Biztosan kijelenthetem, hogy az országban szinte mindenki felkapja a fejét, ha azt a nevet hallja, hogy Böhm. Pláne, ha úgy mondom, Böhm bácsi. Ugye, hogy mindenki emlékszik a mindig szimpatikus, nagy műveltségű, bölcs és segítőkész közös képviselőre a Lantos utcából. Nos, lassan ott tartunk, hogy rivális alkad népszerűségben. Igaz, a mai Böhm bácsi kevésbé bácsi, még egy betűt is kicserélt a nevében, de ugyanúgy mindig szimpatikus, nagy kézilabda műveltségű, bölcs és segítőkész. Ő a magyar női kézilabda válogatott és a győri Audietó közös képviselője. Ő, aki nagy fába vágta a fejszéjét. Egy olyan győri fába, amit 1996 óta megszakítás nélkül csak és kizárólag helyi kertészek gondoztak. Vura József, Rót Kálmán és Konkoly Csaba. Igaz, akkoriban a magyar játékosok számítottak a legszebb hajtásnak. Ma viszont már norvég, brazil, szerb, szlovén és montenegrói hajtása is van a fának, szóval lehet, hogy tényleg külföldi kertészt igényel a gondozása. Pláne úgy, hogy a fa közelében röpködő kismadarak arról csiripeltek, hogy a legszebb magyar virágok is így gondolják ezt. Igen ám, de ez nem aratott osztatlan sikert, mert hogy nem erről volt szó. Valóban nem. Nyáron még főállású kertészről beszélt mindenki. És ez itt a legnagyobb probléma, hogy az ígéret nem vált valóra. Mert lehet, hogy a főkertészetben és Győrben is jó közös képviselő lesz Böhm bácsi, de ez, ahogy azt korábban már láttuk, igencsak kockázatos vállalkozás. Ettől függetlenül én abban bízom, hogy a Lantos utcában a Böhm bácsi helyére kerülő kutyaúr sorsára jut majd főhősünk, és a sok hangoskodó sümegi is egyszer csak elismerően csattint az eredményei láttán. Ibi Semper est Victoria, ubi Concordia est. Ott van a győzelem, ahol az egyetértés.